Az élet egy pénzdarab, feldobom néha, de tudom, mi a fontosabb. Az írás, nem a fej. A 2013-as turné végén Ákossal beszélgettünk. És a hajtó ránk ront a nap, ők nem alszanak. Ébredj fel, kedves, már közel járnak. Azt hittük, nem lesz vége a világnak, van hátra pár nap. Minden most kezdődik. Ahogy dobban a szíved, minden most kezdődik el. Ahogy hívni sem lehet, nem ringatlak már soká, nem ringathatsz már soká. Meneküljünk máshová, az ég fölé, a föld alá, minden most kezdődik el. Évek óta fogalmazgatódik bennem az a kérdés, a dalaidat hallgatva, meg téged olvasva, hogy milyen módon tekinted missziónak, vagy éppen szolgálatnak azt, amit az emberek között végzel, akár a dalaiddal, akár egy-egy ilyen sajtótájékoztatón, amikor ott vagy az emberek között. Hát nem akarom missziónak tekinteni, hát szolgálatnak szolgálat, de vannak örömteli részei, és meg hát itt az ego is játszik a színpadi műfajokban, szóval azért a misszió meg a szolgálat az inkább az egyházi papság, nem a világi papság dolga. Tehát van benne szolgálati rész is, de van benne olyan rész is, ami az embernek különös személyes örömet okoz, és van a kettő határvidéke, ami szolgálat is, meg örömet is okoz, meg nem mellesleg én ebből élek. Tehát hogy mondjam, van olyan, tehát a legfontosabb, ha tetszik, a legfontosabb mozzanata ennek az, hogy valami az emberbe szólni akar, szóval ezt nem mi döntjük el, ugye? Ez majdnem összeegyeztethetetlen azzal, hogy tehát a világban meg világban is közlekedni kell, és meg is kell élni, meg más rendszer szerint van a világ. Tehát mondják, hogy az Úristen az ég madaraira is figyel, és ugye ez a se nem öltözteti, se nem eteti őket, aztán mégis megvannak. Én a gondviselésről másképp szoktam gondolkozni úgy, hogy a Isten nagyon elfoglalt, és kell neki segíteni néha, mert hogy már amennyire egy földi halandó segíthet. Tehát én úgy mondom, hogy egyszerre van benne az, hogy az ember önmagát képviseli, és valamit azért remélem, hogy önmagán túl is képvisel. Szóval itt nem azért vagyunk a színpadon, hogy sztárok legyünk, ugye ez egy nagyon fárasztó kategória. Ez a ma zene hallgatóját azt erre kondicionálja minden. Vannak, én nem mondom, vannak jó oldalai is, de több árnyoldala van, mint fényes szerintem. Tehát egyszerre van benne az, hogy ez a dolgom, ezt akarom csinálni, ez a élet szenvedélyem és életfeladatom lett, van benne szolgálati rész is, hogy kényelmesebb dolgokról is lehetne énekelni néha, mint ami az ember nyelve hegyére jön. Tehát konfliktus kerülőben is lehet élni, mint én. Az már egy külön kérdésre adott külön válasz lenne, hogy miért van konfliktus abból, ami konszenzusos kéne legyen. Ugye? Tehát miért van ma minden egykori pozitív fogalomtámadás alatt a családtól, a hazán keresztül, a hitig bezárólag. De hát ez nem a mi dolgunk, hogy erre válaszolgassunk, hanem a mi dolgunk az, hogy az én dolgom személyesen az, hogy arról énekeljek, ami foglalkoztat. Engem meg ezek a kérdések foglalkoztatnak, és bár sokan próbálják tompítani a hangomat, meg elhallgattatni, meg hitelteleníteni, mert valamiért nekik így jó. Még sokkal többen vannak, tehát sokszorosan többen vannak azok, akik számára ezek a dolgok jelentenek valamit. És ez nagyon nagy erőt ad. Tehát a hangpróbánkat is itten néhány ember hallgatja már, pedig neki untig lenne elég a bulira jönni, vagy mit, sok egyéb, most ez hülyeség volt ezt kiragadni, de sok egyéb szeretett gesztust kap az ember, ami miatt sokszor azt gondolja, hogy
valami értelme mégiscsak van. Sokszor teljesen értelmetlennek tűnik az, amit az ember csinál. Tehát én sokszor találkozom magamban azzal az érzéssel, hogy semmi értelme annak, amit csinálok. És sokszor meg azt olyan erőt kapok a közönségtől, meg más irányokból, és amikor azt mondja mégis az ember, hogy hát ez a dolgom, nem kell nyavajogni. Azt mondod, hogy a színpadon sztár vagy, mégis megkérdezném, hogy az ilyen eseményeket azért megelőzi valamiféle szakralitás, vagy egy kicsikét azért benned van itt az a lelkület, ami igen onnan fentről vezet. Megmondom, hogy miért kérdezem. Néhány hónappal ezelőtt pont Eperjes Károllyal sikerült beszélgetnem, és ő amikor Szegedre érkezett, az volt az első dolga, hogy elment a Domba, és imádsággal indult neki annak a vendégmunkának, amit itt nálunk végzett. És azt láttam benne, hogy ő tényleg így éli a mindennapjait, a kifelé való kommunikációját is. Nálad ezzel ez hogy van? Szami egy külön kategória, tehát vannak a többiek, meg van a Szami, és én a többiek vagyok, mert ő egy külön pali, hát ő mindennapi szentáldozó, meg ő neki olyan, tehát olyan más, hogy mondjam, lelki habitusú ember, mint én. Hát én is hívő lélek vagyok, de én nem akarom ezt jelvénként magamra ragasztani, most ezzel nem azt akartam mondani, hogy ő úgy hordja, hanem ő neki más, a gesztusrendszernek más elemei fontosak és hangsúlyosak. Biztos, hogy nálam előrébb jár a hit kérdéseiben, abban sem vagyok biztos, hogy én mindenhová követni akarom őt egyébként. Nekünk egy mestert kell követni, de én nem a Domba kezdek, de imát elmondunk minden előadás előtt. Én más hőfokon élem meg ezt a kérdést. Az én úgy érzem, hogy az, amit hitnek, neveznek mások, meg amit misztifikálnak, az nálam teljesen normális hétköznapi dolog, és mindenben igyekszem beleépíteni, vagy önmagától nem is kell igyekezni, beleépül minden, amit az ember csinál. Ez nem azt jelenti, hogy az ember nem követte hibát, nem bűnös, vagy nem bénázik, vagy mit tenni, nem követte bűnöket, csak legalább tudja, hogy bűn. Ugye, mert ma a közlekedési jelzőtáblák nélkül száguldozunk az élet utcáin, és aztán csodálkozunk, hogyha összekarambolozunk másokkal. Tehát a hit az nem egyebet csinál, mint hogy megpróbálja leszabályozni az ember féktelen ösztön életét, vagy... Hát van, aki szerint jó, van, aki szerint meg nem jó, most ezt nem döntsük el. Hát akinek jó, az kövesse, akinek nem jó, az kövesse mást, és majd meglátjuk, hogy az az út, az hova vezet. Szájak szélén gyűlölet és harag remek, a világ nagy beteg, de boldog vagy, hogy van kifélteled egyetlen életet, ennél komolyabban nem veszed. Próbáltam hős lenni és szent, nekem egy ég sem ment, valamon veled nevetnék. Játékos vagy, mint egy nagy gyerek, legdurvább fegyver, a békülésre képesség. Mindenki, hogy hiszed és elhiszed, tíz évvel ezelőtt beszélgettem veled utoljára, bennem az nagyon mély nyomokat hagyott, és az Istenképemnek a fejlődésében is igen hát fontos volt. Akkor még rendesebb ember volt. Viszont akkor azt mondtad, és ez nagyon megragadt bennem, hogy még nagyon-nagyon sok dolgod van itt a világban, és most kezdődik minden. Most azt kérdezném tőled, hogy hol tartasz ezen az úton, egyrészt a világban, másrészt a hitedben? Hát 10 évvel ezelőtt még sokkal rendesebb ember voltam, hogyha akkor kérdeztél, akkor biztos rendesebb dolgokat mondtam, tehát hogy mondjam, ez a neofita buzgalom is kissé alább hagyott bennem, tehát hogy mondjam, szervesebben épül bele az életembe ez a kérdés, mint korábban. Az ember hajlamos ilyesmit egy ilyen külsődleges dologként kezelni, vagy kifelé többet mutatni ebből, mint amennyi szükséges, vagy amit később érettebb fejjel ízlésesnek tart. Megmondom, amikor erről kérdeznek, mindig zavar vagyok, mert ez egy belső dolog. Ez számomra teljesen normális, hétköznapi, ugyanakkor egyszerre ünnepi is, és mindenbe beleépülő dolog is. Erről egy külön beszélni baromi nehéz, egyre nehezebb. Könnyebb volt beszélni erről, amikor az ember úgy vette föl, mint egy kabátot. Tehát amikor az emberbe beleépül, akkor ez egy belsőbbé válik, és így sokkal nehezebb ezt átadni. Másoknak hívtak mindenféle tanúságtételekre és egyéb helyekre, és nem tudtam arról beszélni, hogy én milyen ügyes vagyok, meg szent, és hogy engem kövessenek az úton az emberek, mert ez nem így van. Tehát ez nem igaz. Én nem viccből írtam a dalba, hogy próbáltam ős lenni és szent, de egyik sem ment. Hát azért nem, hát mert az ember nem erre van kitalálva. De a lényeg az, hogy
én világi ember vagyok, tehát nem akarok egyházi embernek látszani, mert világi ember, minden testem, lelkem, mindenem, jó, a lelkem talán nem, de mindenem világi. De egy dolgot azért fenntartok magamnak, ezt a jogot, és ezt ne vitass el tőlem semmilyen politikailag korrekten közbeszélő, meg liberális, meg más egyéb drága, aki mindig ugye a nyakunkra hág, hogyha a hitünkről beszélünk, hogy de tekintetemet azt a helyes irányon szeretném tartani. És van helyes irány. Tehát nem csak irányok vannak, ezt kell mindig elmondani, hogy nem az, hogy minden sokféle irány, és akkor mindenki egyenértékű. Hát nem, van mi a jóra visz, a többi meg nem a jóra visz. Akkor ez, hát ez az, hát van az út, van az igazság, van az élet, ami azon kívül az nem út, nem igazság, és marad nem élet. Tehát lehet, hogy életnek látszó valami, de nem az. Na hát ezt ma nehéz elmagyarázni, ez a pluralizmus korában, hogy van szingularizmus, ugye, hogy van egy jó, a többi meg nem jó. És ma ezért harabdálnák át a torkunkat, ha lehetne. Ezek az egyébként hipertoleráns szereplők, ugye, akik mindig arról beszélnek, hogy a tolerancia az nagyon fontos. Ezt mondjuk pont nem tudják tolerálni, hogy van ilyen, hogy valaki abban hisz, hogy van helyes út. És mondjuk a döntések azok nem egyenértékűek, mert van jó döntés, meg rossz döntés, meg van jó életvezetés, és van rossz. És én nem azt mondom, hogy az enyém jó, mert még egyszer mondom, hogy csak azt szeretném tudni, hogy van ilyen, hogy jó. És hát szeretnék ahhoz igazodni, nem fog menni, mert emberek vagyunk, gyarlók vagyunk, de hát azért legalább jó tudni róla, hogy van ilyen, hogy mihez kéne közeled kerülni. Egy kicsit profánabb kérdésre térve. Olvasol most valamilyen könyvet? Igen, most kettőt olvasok. Az egyik egy síró magyar költővel az ágyon, fantasztikus ilyen írás művészekkel való találkozásról. És hogy milyen a művész sors, mint olyan, ugye szobrászok, írók, költők, színész van a könyvben. Latinovics miatt vettem meg. Nagyon olvasmányos, nagyon érdekes dolog. Kicsit, hogy mondjam, több újságírás, mint irodalom, de mégis irodalom valahol, szóval ilyen, ha nem is szép irodalom, akkor ilyen közirodalom, vagy nem tudom, minek mondjam. Másik pedig most felfedeztem magamnak, Hrabár régi nagy kedvencem, és a Vita Nuovát olvasom újra meg újra, amiben az a csavar, hogy a felesége nevében és a felesége hangján ír önmagáról. És amikor egy nő ezt olvasra, vagy hallgatja, akkor gyakran felháborodottan egyetért a hanggal, és aztán rádöbben, hogy de közben ezt az írja, akiről szó van. Szóval fantasztikus, nagyon szeretem Hrabárt, és most újra felfedeztem magamnak. Turné végén vagytok. Van még erőtök? Mi következik ezután? Hát a helyzet az, hogy nagyon feltöltöttünk. Az utolsó három koncertünk az 4 nap alatt zajlik. Túl vagyunk egy több mint 10 000-es látogatottságú Moson-Magyaróvári nagy ingyenes koncerten. Több mint 25 000-en látták a budapesti tűzjáték utáni koncertünket. Hatalmas tömeg volt, óriási hangulat volt. Én azt gondoltam, hogy hullafáradt leszek, de úgy érzem, hogy nagy lendülettel jöttünk Szegedre. Tehát itt a turnézáró előadás előtt beszélgetünk, nem tudom, mi lesz este, de most úgy érzem, hogy én azt képzeltem, hogy sokkal fáradtabb leszek, mire ideérünk, és teljesen fel vagyunk töltve. Olyannyira, hogy nem lesz nagy pihenés, meg ünneplés, babérokon való heverészet, hanem az őszi teljesen más hangvételű turnénkra való felkészülést fogjuk elkezdeni, amint leadtuk gyártásba a tavalyi lemezbemutató koncertet, meg örökítő DVD-nket, amin egész nyáron dolgoztunk a hangon és a képen is a turné előadások közötti időben. Rengeteg munka van akkor. Hát ez a jó. Hát ha nem volna a dolgom, akkor biztos jobban nyavajognék. Tehát én annak örülök, hogy valahogy mindig hát osztják a lapokat az embernek, hogy mindig jön újabb feladat, nem tudom, hogy ki van találva a rendszer, igen. Hát biztos, amikor meg vagy pihenni kell, akkor azért fog. És mindig berzenkedik az ember az ellen, amit kap, ugye? Mindig nem jó a hand, nem jó a leosztás, mindig. Igen. És mert nem veszük észre, hogy csak sorba kell rakni normálisan a lapokat, és kiderül, hogy ez egy nagyon jó kis leosztás. Csak hát ahhoz rendszerezni kell, ahhoz tudni kell, hogy van rendszer, stb. Adja Isten jó éjszaka. Szent angyalát, bátorítson szívünk álmát, adjon Isten jó éjszakát.